Ezek miatt a plakátok miatt emelték fel a hangjukat a Fejér megyei kormánypárti országgyűlési képviselők. Ilyen plakátok nem csak Székesfehérváron, de megyeszerte elhelyezésre kerültek. Fejér megyei országgyűlési képviselőik elítélik az MSZP országos gyűlölkeltő óriás plakát kampányát. Törő Gábor, a Fejér megyei közgyűlés elnöke azt mondta, megérkezett Fejérbe is az MSZP romverbeli gyűlölet kampánya, amely szerinte az ellenzéki párt kudarca. Nem kérünk a gyűlölet kampányból, sőt, mi nem is gondoltuk, hogy ezt az évet kampánnyal kezdjük. Mint emlékszünk rá, a regisztrációval kapcsolatban épp a szocialisták vetették fel, hogy előre lesz hozva a választási kampány, mint egy szeptemberre. Ezt ők Ron Werber segítségével még előrébb tolták, elindították január 2-án, és egy importált gyűlöletkampányt folytatnak az egész ország és a lakosság ellen. Dorkota Lajos kormány megbízott úgy fogalmazott, a szocialisták semmit sem tanultak 2010-es bukásukból. Ahelyett, hogy tennének a munkahelyek megtartásáért, ahelyett, hogy az emberek mellé állnának, gyűlöletkampányt szítanak. Tesszeli Zoltán Bicske polgármestere szerint az óriás plakátokon mocskolódás helyett bocsánatkérésnek kellene állnia azért, mert eladósították és megnyomorították az országot. Varga Gábor Cece polgármestere hangsúlyozta, a déli térség Fejér megye legelmaradottabb vidéke, ahol sok problémával küzdenek, és a szocialisták által 2010-ben otthagyott romokból építik újjá a környéket. A magyar kormány a gyűlöletkampány helyett. Varga Tamás, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára pedig azt hangsúlyozta, a magyar kormány a gyűlöletkampány helyett folytatja a kormányzást, végzi a munkát. Mi büszkék vagyunk arra a munkára, amit közösen a magyar emberekkel elértünk. Büszkék vagyunk ezekre az eredményekre, és a gyűlöletkampány helyett a magyar kormány folytatja a családok, a gyermekek, a nyugdíjasok, az idősek, a bérből és fizetésből élők, a kis- és középvállalkozók, minden magyar ember érdekében a kormányzást, és azt gondolom, hogy nyugodtan, tiszta szívvel és tiszta tekintettel állhatunk választóink elé. Az 5 fideszes képviselő felszólította a Fejér megyei MSZP vezető politikusait, hogy állítsák le a gyűlöletkampányt.